Te volt az több is egyébként, ezt hozzá kell tenni. Hát az én előadásom az kevésbé lesz technikai, mint a... kevésbé lesz általános, mint az előző. Szóval Kovács Andor vagyok, és a Morgan Stanley Magyarországnál dolgozom. Erről a cégről azt kell tudni, hogy ez a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, és elég jelentős, körülbelül 380 főből álló állati részlege van itt Budapesten. Ennek a részlegnek az egyik csapata a Cross Technology Services, és mi foglalkozunk általános célú grafikus kártyaprogramozással a cégnél. Én átmenet történt. És természetesen ezt azért tesszük, mert a grafikus kártyák sokkal gyorsabbak, és a teljesítményt szeretnénk velük növelni, ez az egyik célunk. Mint ahogy az ábrán látható, Nvidia Tesla kártyákat használunk, és amit ezzel kapcsolatban is szeretnék emelni, ez a zárójelben lévő adat, ez a dupla pontosságú teljesítmény, mint a pénzügyi életben általában minden számítást dupla pontossággal végzünk, és ez fejlesztői szempontból elég nagy kihívás jelent olyan szempontból, hogy egy teljesen eltérő hardware-en kell ugyanazt a pontosságot, közel ugyanazt a pontosságot elérni, mint egy CPU. Másik nagy előnye a grafikus kártyáknak az, hogy jóval nagyobb az energiahatékonyságuk, mivel a teljesítményük körülbelül 10-szer volt nagyobb, mint a CPU-knak, ennek ellenére a fogyasztások az csak a 2,5-szer, kb. 2,5-szer nagyobb. Ennek fényében az nem meglepő, hogy ha a top 500 szuper számítógépet nézzük, akkor is a top 5-öt, akkor a zölden jelölt gépekben vannak GPU-k. Ezek mind Nvidia GPU-k, és hogyha ezt a listát átrendezzük energiahatékonyság szerint, akkor látható, hogy az összes x86-os megoldást ezek a gépek megverik. Ezt a listát csak azért mutattam meg, mert kifejezetten ezzel a listával keresett meg bennünket a Morgan Stanley-nek egy másik részlege, hogy az alapközpontjainknak az energiahatékonyságát szeretnék növelni grafikus kártyák segítségével. Ez egy nagyon érdekes projekt, hiszen nem teljesítményt akarunk növelni, hanem ugyanazt a teljesítmény szintet akarjuk hozni, csak nagyobb energiahatékonysággal. Tehát konkrétan az 1 wattra eső gigaflopok számát, illetve az 1 köbméterre eső gigaflopoknak a számát szeretnénk növelni. Ezt az Nvidia is felismerte, hogy szükség van, ezt az energiahatékonyságot növelni kell, így az új Kepler architektúrájukat abszolút erre helyezték ki, hogy minél optimálisabb legyen energiafogyasztás szempontjából. Ennek azonban van néhány negatív tulajdonsága, mint például az, hogy 3-szor annyi processzor van a kártya, mint az előzőn volt, és egy időben kb. 15 000 szál lehet aktív. Ennek az a negatív oldala, hogy meglehetősen nagy százalékára szükség is van ahhoz, hogy ezeket a kártyákat ki tudjuk egyáltalán használni. És fejlesztői szempontból ez egy nagyon nagy kihívás, hiszen többek között egy kockázatszámoló könyvtárat helyeztünk rá a GPU-ra. Ezzel kapcsolatban az volt a nagy kihívás, hogy bizonyos részei ennek a könyvtárnak egész egyszerűen, vagy bizonyos részei nem volt akkor a természetes párhuzamosság, hogy ki tudjuk használni ezeket a kártyákat. És a jövőben majd ez lesz a nagy kihívás a GPU programozással kapcsolatban, hogy egyre több szállat fognak tudni ezek a kártyák futtatni, egyre több processzor lesz rajta, de a feladataink nem lesznek nagyobbak, és nem fognak nőni, és így egyre nehezebb lesz ezeket a kártyákat kihasználni. Ha már a kihasználásról van szó, illetve a szállaknak a számáról, így az utolsó szlájdom arról fog szólni, hogy milyen nyelveken lehet ezt az egészet megtenni. Egy egyszerű C++ program látható a jobb oldalon, és ezt fogom összehasonlítani a legfőbb GPU-s megoldásokkal. Elsősorban az Nvidia CUDA-val. Ez az Nvidia-nek a saját nyelve, és ez egy, mi csak emiatt a nyelv miatt használunk Nvidia GPU-kat, mert ez a nyelv ez annyival fejlettebb, mint a többi, hogy más emiatt nem is használunk. Azért lehet ez a nyelv ennyire fejlett, mert az Nvidia kezében van a hardware-nek a tervezésének a lehetősége, ők írják a drivereket, ők használják konkrétan a nyelvet, ők fejleszthetik a nyelvet, és a fejlesztői eszközöket is ők készítik ennek következtében, hogyha valami új dolgot be akarnak hozni, akkor azt hihetetlenül gyorsan meg tudják tenni. És így mutatni fényelekkel előrébb tartanak, mint az OpenCL. Hogy az előző példához visszatérjek, konkrétan ez a kockázatszámoló könyvtár, amit portoltunk a GPU-ra, ez egy
ennek ugyanazt az alapszerkezetet tudjuk, ennek a könyvnek ugyanazt az alapszerkezetet tudjuk használni a GPU-n, mint amit a CPU-n is használtunk. És egy hatalmas nagy előny, habár teljesítményből vesztünk ezáltal, de ez egy nagyon pozitív dolog, hogy a kódnak a karbantartatósága jóval nagyobb. És mint az üzleti életben általában folyamatosan változik a körülmények, így a matematikai modellek, amit a könyvtár mögött is folyamatosan változik. Ennek következtében magát a kódot is folyamatosan karban kell tartani, és ez az adatszerkezet megtartásával ezen nagyon lehet segíteni. Ezt sajnos nem mondható az OpenCL-ről, ebben ezt az adatszerkezetet egész egyszerűen nem tudtuk leképezni a kártyára. Ezt nagyon sajnáljuk, mert az AMD nagyon jó hardvereket tud gyártani, de tényleg, és már az év elején kiadtak egy olyan dupla pontosságú kártyát, aminél jobb kártyája az Nvidia-nak majd csak valamikor az év végén lesz. Így nagyon sajnáljuk, hogy egész egyszerűen ezt szoftver oldalról nem tudják támogatni. És végül az utolsó nyelv az egy némileg különlegesség, jelenleg több projektünk is irányul arra, hogy minél inkább leegyszerűsítsük és elérhetővé tegyük a grafikus kártyaprogramozás minél több ember számára. Ezt felismerte az Nvidia is, hogy ilyen megoldásokra szükség van. Az egyik ilyen megoldás az OpenACC, és ennek pontosan ez a célja, jelenleg még meglehetősen lassú és körülményes, de a jövőben véleményünk szerint érdemes rá odafigyelni. Köszönöm a figyelmet és várom a kérdéseket. Igen, és ez nem olyan egyszerű sajnos, mint amennyire kinéz, tehát ugyebár ezzel a pragma jelzéssel jelezünk a compiler számára, hogy mi vállaljuk a felelősséget, és minden egyes ciklus független lesz az előzőtől. Nem lesz összefüggés köztük. Ezzel köszönöm az jó kérdés volt, és sem volt időm, hogy ilyenek elmondjuk. További kérdések? Igen? Számítottam erre a kérdésre, a végső eredmény természetesen sajnos nem mondhatom el, de igen, egy bank esetében ez előfordul, hogy bizonyos dolgokat nem mondhatunk el, de azt elmondhatom, hogy ugyebár fekete néz még egy kérdést, hogy mihez képest nézzük azt a gyorsulást, ugyebár ez, amit az Nvidia el szokott ilyenkor felejteni, hogy azért a processzorokat is lehet több szállóan programozni, hogyha mondjuk egy több szálló programhoz képest nézzük dupla pontossággal, és kiszűrjük azokat a részeket, hogy amiket nem lehet párhuzamosítani egy egyszerű programot, tehát csak egy párhuzamosítható rész, egy párhuzamosítható rész hasonlítunk össze, akkor körülbelül 40-szeres gyorsulást lehet elérni. Igen. Még annyit jegyezzük meg, hogy a CPU, GPU fokokat nem nagyon érdemes összehasonlítani, tehát ez itt jó, nézni a szlájdon, de elég egyszerű. Igen, egyébként ez nem jelző. Ez csak olyan szempontból érdemes, hogy mégis fogyasztás szempontjából, hogy a fogyasztás valamihez tud viszonyítani, hogy azt a teljesítményt ki tudod vele váltani. Igen. De igen, egyébként a gigaflopokban lévő különbség nem fedik le, ugyebár az, hogy mekkora a sebességnövekedés leterén egy ilyen kártyával. További kérdések? Igen? Az lenne a kérdés, hogy mostanában láttam egy ilyen előadást erről a Microsoft, ami ezt a C++ Sajnos nem hallottam, hogy az igazat meghallott. Nem foglalkozom. Köszönöm. És még kérdés? Én azért nekem, hogy ilyen tömbküvetek kivítában még mindent párhuzamosítanak. Akármit lehet vele gyorsítani, ami alapvetően párhuzamosítható. Tehát nem tudom, hogy visszalépek mondjuk a kudakódhoz, ezt mondjuk elmondom. Általános, hogy ezt a kódot hogyan kell értelmezni, erre kíváncsi gondolom a közönség, hogy ezt hogyan kell értelmezni, nem erre valami pozitív bólogatás ilyesmi. Jó, oké. Mert ez alapján ezt könnyebben el lehet képzelni. Szóval látható, hogy ugyanazok a tömbműveletek vannak, ugyebár a szálakat lehet struktúrában létrehozni. Konkrétan, hogy mondjuk van egy kétdimenziós többi az embernek, vagy egydimenziós, akkor létre tud hozni egy szálsort, egy egydimenziós szálsort, és minden egyes szálnál meg tudja adni, hogy mondjuk a nulladik szál dolgozza fel a nulladik elemet. És ezt a compiler be fogja helyettesíteni, és így egyszerre párhuzamosan fog futni, most jelen esetben a for ciklusnál, itt ugye már n szál fog futni párhuzamosan. Magyarán itt ugyanarra, tehát különböző adra lehet mondani. Igen, körülbelül ugyanazt, igen. De ha if else vagy ilyesmi állapotba kerül, akkor azt is meg tudja ezt valósítani. Tehát
A CUDA nyelvnek ez a nagy előnye, hogy ez már elmozdult egy nagyon egy C++ irányba, míg az OpenCL inkább a C szintjén megragad. Tehát szinte amit a C nyelvben meg tudsz csinálni, ezt itt is alkalmazható a GPU, tehát szinte akár meg tudsz rajta valósítani, maximum nem lesz gyors ez a szerintem a kiegészítő válasz. Közben ezt a visszajelzést kaptam, hogy vége van, lejárt az idő. Természetesen maradunk a sörözésre, és ha valakinek még van kérdés, akkor nyugodtan feltelheti. Akkor köszönöm a figyelmet, Roman, és szerintem előzünk.